Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Péntek, szombat, vasárnap. Először megnézzük azt, hogy mi történik a pénteki napon. Az itt bal oldalon látható. A férfi kezében van az arany kehely, ami jelenti az ő érzelmeit. Látható a képen, hogy megvan a nyitottság, hogy kimutassa az érzelmeit. De jelenleg még inkább várakozó, figyeli az eseményeket, úgy érzi, hogy ez még nem a megfelelő időpont arra, hogy a jövőről beszéljen, vagy érzelmekről beszéljen. Itt a csillagok szerencsét hoznak. Ez a férfi tudja, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat, és megvárja a megfelelő időpontot. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, ahogy ez itt a csillagokban meg van írva. Ő esküszik valamire, és megbízhatsz a szavaiban. A szombati nap itt középen látható. Egy férfi közeledik hozzád. Ez lehet a lelki társad, de lehet valaki más is. Átnyújtja számodra az arany érmét. Ez lehet anyagi segítség, ez lehet egy munkahelyi ajánlat, vagy elmondja azt, hogy értékel téged. Ami a párkapcsolatot illeti, itt újra megjelennek a kejhek, tehát utalnak érzelmekre. Ennél a kártyánál az álmokról van szó. Amennyiben megvan a hit, hogy egy álom megvalósul, akkor megtörténik ez a csoda. Viszont ha te nem tudod ezt elképzelni, és úgy gondolod, ó, ebből úgysem lesz semmi, akkor ez a kártya egy illúzió, ami esetleg csalódáshoz vezethet. Az életedben felbukkan ez a király. Ez lehet a lelki társad, az ő tartása, de lehet egy más személy is, az apukád vagy a főnököd például. Ez a király fontos döntéseket fog hozni, és keresi veled a kapcsolatot, mert beszélni akar veled. A vasárnapi nap itt látható. Itt az igazságról vagy az igazságtalanságokról van szó. Ez lehet egy bírósági ügy, vagy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami igazságtalannak tűnik. Ez számodra egy szűkös helyzet, de ki fogsz ebből lépni. Sőt, itt is látható, hogy sikerül, hiszen ez a kard szimbolikusan a te kardod, és ezzel a karddal elvágod ezt a szűkös helyzetet, elvágod a félelmeket, és felszabadultnak érzed magad. Meg lesz a könnyűség, a mozgás, végre fel tudsz lélegezni. Amit a kép még jelent, hogy lesznek új események, új gondolatok, ötletek, kapcsolatok, és valaki beszélni szeretne veled, vagy te számolsz be ezekről az eseményekről. És ez volt a hétvégi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!